Ez a riport akár egy éve is elkészülhetett volna. Szerencsére is sajnos. Mert ahogy tavaly, úgy idén is áll az utánozhatatlanul vidám és kedves karácsonyi életkép az újpesti tűzoltóloktanya előtt, és az ötletadó Béres Ferenc parancsnok ezúttal is a december veszélyeiről kénytelen beszélni. Advent első vasárnapján 3 halálos lakástűz volt az országban. Az első gyertyát meggyújtottuk már az adventi koszorún. Ugye bízom benne, hogy mindenkinek a koszorúja alatt van egy tálca, nem a függöny alá van téve, nem az ablakba, hanem egy olyan helyen is csak akkor van meggyújtva az egy darab gyertya is most jelenleg, amikor bent tartózkodunk abba a helységbe. Nem szeretnénk olyan káresetekhez kijárni, ahol az adventi koszorú okozott tüzet. És még valami, amire az ünnep meghitt pillanataiban sem árt odafigyelni. Mindenkit arra kérek, hogy a karácsonyfákra is olyan minőségű égősor tegyen föl, ami megfelelő. Nyílt lángot ne nagyon használjunk, ha lehetséges, ne tegyünk föl gyertyákat a fára és gyújtsuk meg, mert el fogjuk felejteni, illetve a csillagszórók. Ugye a másik csillagszóró már nagyon ritka fönt a fán, de hogyha csillagszórózunk is vigyázzunk arra, hogy minden gyullékony egy lakásban. Ismerős mondatok, de nem lehet elégszer elmondani őket. Ahogy ismerős Béres Ferenc újpestieknek szóló jó kívánsága is. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek, egyet kívánok mindenkinek az újpesti lakosoknak, hogy ne találkozzon velünk tűzoltókkal az ünnepek alatt. A katasztrófa védelem tapasztalatai szerint a lakástüzek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető vissza. És ha minden otthonban lenne legalább egy füstérzékelő, a tragédiák megelőzhetőek lennének.